Jól járhatnak a bedőlt hitelesek, akik most kedvezményesen vásárolhatják vissza ingatlanjaikat az eszközkezelőtől. A visszavásárlás feltételeiről is kérdezzük Fónagy János államtitkárt. A Fidesz profitál a Jobbik népszerűség vesztéséből, ez derül ki a Nézőpont legfrissebb felméréséből. A kutatás azt mutatja, hogy nagyjából 3 millió támogatója van a kormánypártoknak. Vendégünk Tóth Erik politológus. Engedett a francia elnök a tüntetőknek, befagyasztották az üzemanyag adóját. Honnan indult és milyen hatásai lesznek még a hetek óta tartó tüntetés hullámnak? Sós Eszter Petronella szakértő elemez. A migráció témája uralhatja a jövő évi EP választások kampányát. Erősödnek az unió ellenes pártok, ugyanakkor a föderális unióra vágyó európai vezetők is küzdenek a többségért. Honnan ered, mióta él a föderális Európa gondolata? Fritz Tamás politológus a vendégünk. Köszöntöm kedves nézőinket, ez a Magyarország élőben, jó estét kívánok. Első témánk az, hogy visszavásárolhatják az eszközkezelőtől ingatlanjukat azok, akiknek bedőlt a hitele, és jelen állapotban bérelték az ingatlant az eszközkezelőtől. Elemzők méréseket, számításokat végeztek erre vonatkozóan, és azt hozták ki, hogy jól járhatnak ezek az ingatlan tulajdonosok, vagy leendő ingatlan tulajdonosok, ugyanis piaci áron 40 millió forintot érő ingatlanjaikat akár 7 millióért is megszerezhetik most az eszközkezelőtől. Első vendégemet köszöntöm a stúdióban, Fónagy Jánost, a Nemzeti Vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkát. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Most kezdjük onnan, hogy hány ingatlant vásárolt meg a Nemzeti Eszközkezelő? A eszközkezelő mintegy 36 ezer ingatlant vásárolt meg az elmúlt 7 esztendőben. Ez mintegy 154-155 ezer ingatlan tulajdonos, tehát ennyi családot érint. Eddig is volt lehetőség a visszavásárlásra? Eddig is volt lehetőség a visszavásárlásra más feltételek mellett, és mintegy 1400-1500-an éltek ezzel a lehetőséggel. Min és miért módosítottak most? Ja, a kormánynak a otthon teremtő, vagy jelen esetben otthon mentő programja, az 2011-ben indult, tehát ez nem egy új dolog, és talán ismert a kedves nézők előtt, hogy amikor a forintosítottuk a devizahiteleket, tehát gyakorlatilag megszüntettük a devizahitelezés lehetőségét, amikor bevezettük a kamat maximumot, amikor számos olyan intézkedést hoztunk, amely egyik másik kisebb-nagyobb csoport gondjait enyhítette, mind-mind azért történt, hogy a családok otthonait megmentsük, itt visszaadjuk azoknak, akik a deviza csapda átkos helyzetébe kerültek. Most jutott oda a kormány, hogy az ország gazdasági helyzetét mérlegelve lehetőséget teremtsen arra, hogy az eszközkezelőnél lévő lakásokat otthonként visszaadjuk eredeti tulajdonosuknak, lehetővé tegyük számukra, hogy valóban kedvező feltételek mellett visszavásárolják otthonaikat. Ugye a legkedvezőbb feltételekkel azok tudják visszavásárolni ezeket az ingatlanokat, akik egy összegben tudnának visszavásárolni. Mitől függ, hogy mekkora, vagy milyen mértékű a kedvezmény? Az egyösszegű, ha megengedi, azzal kezdem, ami a legfontosabb, hogy mi ezeknek az ingatlanoknak a visszavásárlási értéke, talán a felvezetőben is szó volt arról, hogy ez nem a jelenlegi forgalmi érték, hanem a jelenleg még tervezett formájában lévő törvényszöveg szerint az az érték, amennyiért az eszközkezelő megvásárolta. Tehát ez már eleve a forgalmi értékhez képest egy nyomott érték. Akik egy összegbe vásárolják meg az ingatlanaikat, azok számára a eddig fizetett bérleti díj összegét beszámítjuk, teljesen illeték és minden más járulékmentes az üzlet, továbbá a ingatlan helyétől függően
15-25, illetve 35% mértékű kedvezmény, mert részesültelnek attól függően, hogy Budapest vagy agglomerációja, vidéki városok, illetve egyéb magyar településeken van az ingatlan. Tehát akkor a fővárosra vonatkozik a 15%-os igen. kedvezmény, és a minden kisebb a település, annál nagyobb a kedvezmény. A fővárosra és agglomerációjára vonatkozik a 15%, a vidéki nagyvárosokra, az előbbiben még a vidéki megyeszékhelyek, benne vannak az egyéb vidéki városokra a 25, és az egyéb vidéki településekre a 35%-os kedvezmény. Meddig élhetnek ezzel a lehetőséggel? A törvény még tervezetben van, az utolsó parlamenti napon fogja reményeink szerint elfogadni a Magyar Országgyűlés. Ezt követően kerül sor egy kormányrendelet megalkotására és kiadására. Az eljárási szabályokat az fogja megállapítani. Amit most biztonsággal megoszthatok a nézőkkel, az az, hogy március 31-ig kivétel nélkül mindenki kap egy írásbeli tájékoztatást az eszközkezelőtől, hogy milyen feltételek mellett hogyan vásárolhatja meg, milyen változatok szerint az eszközkezelőnél lévő ingatlanát, és erre a válaszadásra milyen határidő van nyitva. Ezt majd a kormányrendelet fogja megmondani. Na most milyen helyzet azokkal, mert rájuk még nem tértük ki, akik mondjuk nem tudják egy összegben megvásárolni az ingatlanjukat, vagy visszavásárolni, valamilyen hitel lehetőséget kínál nekik a kormány, részletfizetési opciót? A másik nagy csoport, és vélhetően ez lesz a többség, a részletfizetésre, aki visszavásárolja. Ebben az esetben megint csak a törvénytervezet szerint egy maximum 30 éves futamidejű, tehát 360 havi részletfizetés nyílik lehetőség. A jogalkotó és a kormány szándéka az volt, hogy a törlesztési részlet ne haladja meg a jelenleg fizetett kedvezményes bérletnek, a bérleti díjnak a összegét. Ez ma olyan 10 és 15-16 ezer forint között mozog. Ami a hitelre vonatkozó, tehát ahogyan támogatjuk, az mindegyik csoportra vonatkozik, hogy ezek a kedvezmények nem csak az eredeti tulajdonost illetik meg, hanem a közeli hozzátartozóját is. Ez azért tettük bele a tervezetbe, a kormány ezt ezért tette bele, hogy amennyiben az eredeti tulajdonos nem hitelképes, tehát például rosszadós listán van, akkor lehetőség legyen arra, hogy a házastársa, a gyermeke, közeli hozzátartozója visszavásárolja az ingatlan ugyanilyen kedvező feltételek mellett. Vannak valamilyen kritériumok, amik mondjuk a részletfizetésre vagy a hitel felvételnél élnek? Tehát mondjuk elidegenítési tilalom? Amennyiben a visszavásárlás során az előbb említett 15-25, illetve 35%-os kedvezmény érvényesítésére sor kerül, akkor a tervezet szerint, emlékezetem szerint egy 5 éves elidegenítés és terhelési tilalom bejegyzését indítványozza a javaslat. Említett, hogy ez még csak egy tervezet, és hát valószínűleg a jövő héten elfogadják majd az országgyűlésben. Te arra vonatkozóan van már elképzelésük, hogy abból a bevételből mit finanszíroznának, vagy mire költenék, ami a nemzeti eszközkezelőhöz bejön ezek után, az ingatlanok után? Minden ilyen, tulajdonképpen minden ilyen forrásból befolyt összeget a költségvetés eddig is az otthonteremtésre fordított. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy nagy doboz, amiben sok kisebb doboz van. És itt figyelembe kell venni azt is, és erről eddig nem beszéltünk, hogy van egy harmadik csoport is, aki nem tud vagy nem akar élni sem az egybeni vétel, sem a részletvétel lehetőségével, azok számára továbbra is biztosítjuk a bérleti viszony fenntartásának a lehetőségét, és
Ennek vannak költségei, hiszen az eszközkezelőnek eddig is voltak költségei. Azért kérdeztem rá a befolyt összegekre, éppen ezért, mert hogy vannak még olyanok, akiknek további segítségre lehet szüksége. Többek között ugye nem beszállt több bedőlt devizahiteles ingatlant a nemzeti eszközkezelő, ezt is bejelentették. Miért nem? Ugye 2012-től mostanáig a statisztikák is, meg a napi élet is azt igazolja, hogy azok, akik annak idején hát beleestek ebbe a csapdába, azoknak a jelentős részét, nem azt mondom, hogy mindenkit, de a túlnyomó többségét az előjáróban felsorolt ilyen-olyan intézkedésekkel sikerült részben vagy egészben mentesíteni ez alól a hátrányok elől, és ebben az utolsó nagy lépcső most, hogy az eszközkezelőtől igen nagy kedvezménnyel vissza lehet vásárolni. Úgy az a jogalkotónak az a véleménye, mert hát arról van minden felmérésünk, azt mutatja, hogy ma már bedőlt, devizahitellel bedőlt ingatlannak az eszközkezelő száma részére történő felajánlása az már mérsékelt. Ezzel együtt a jogszabály hatályba lépéséig fenntartjuk a lehetőségét annak, hogy aki eddig még esetleg nem ajánlotta fel az eszközkezelőnek az ingatlant, az még a most hátralévő idében felajánlhatja, és azt az eszközkezelő az eddigi gyakorlatnak megfelelően átveszi. Akkor ez egy fontos határidő lehet. Egy utolsó kérdést engedjen meg, államtitkár úr, milyen az ellenzék részéről a támogatottság ennek a javaslatnak? Érkezette bármelyik ellenzéki párt részéről módosító például? A parlamentnek mind a általános, mind a bizottsági vitájában jó magam részt vettem. Nehéz ezt nem támogatni. Úgyhogy az ellenzék bajban van, mert úgy kell mindig nemet mondania, hogy azért támogatja. Nyilvánvaló, hogy voltak észrevételek, voltak olyan szándékok, bejelentések, hogy nyújtanak be módosítót, amennyiben olyan, mint ahogy eddig is, minden észszerű és a lakástulajdonosok érdekeit szolgáló javaslat előtt természetesen nyitottak vagyunk, és én személy szerint épp a parlamenti vita alapján azért nagyon bizakodom abban, hogy az ellenzék végre túlteszi magát azon, hogy politikai okokból mindenre nemet mond, és ezt a sok tízezer ember, több százezer ember mindennapjait érintő nagyon fontos kérdésbe támogatni fogja a kormány javaslatát. Fónagy János, köszönöm, hogy itt volt. Nagyon szívesen.